Mind a háromnál főszereplő Borszéki, és beszéljünk így összefoglalóan egy kicsit a kapusról, hiszen ugye hallhattuk, hogy az ő helyzet egészen speciális, egy másodosztályú csapat kispadjáról beugróként rögtön itt van. Szűcs Misi neve jutott eszembe egyébként. Itt védte Grumic fejesét, aztán Vitrédi lövésénél nagyon nehéz dolga volt. Hát ez egy nagyon jó kameraállás, azt lehetett látni, hogy mit nem látott a kapus. Hát sokat ebből a lövésből nem, ez egy igazi reflexvédés, jó helyen állt a kapus, gyors reflexű kapusról beszélünk egyébként, gyors léptű kapusról. Itt egy másik végédését láthatjuk, ez nem annyira látványos, de nagyon nehéz. Tehát amikor előtte áll a csatár, bele is pöckölhetett volna, bátor volt. Balázs Zsolt, Balázs, nézzük az új csapatában, gól! Hát tessék, ez a tökéletes igazolás! Vezet a Kecskemét a hajrában! Idén volt már az Zalaegerszegben NB2-es gólja, és hát mikor és hogyan lehet arról a legjobban gondoskodni, hogy hamar befogadják a társak így, hogy beáll, és első labda érintésével gólt szerez. Itt még nem tűnik olyan nagynak a veszély, de jó ütemben tolja be a labdát, és aztán alányul, így az elsüllyedő Dibusz fölött megszerzi a vezetést a Kecskemétnek.